2005 óta szervezi meg a Vállalkozók Országos Szövetsége Tolna vármegyei szervezete a Prima díjátadót. A szekszári rendezvényen gálaműsorral egybekötött esten 5 kategóriában adták át az elismeréseket. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár országgyűlési képviselő kiemelte, a díjjal nem csak a vállalkozókat, de egyúttal a kiemelkedő közéleti tevékenységet is elismeri a VOSZ. Nem csak a vállalkozók kapnak díjat, hanem kiemelkedő közéleti tevékenységért, szerepvállalásért is különböző kategóriák vannak, és én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség annak arra, hogy a Tolna vármegyei emberek be tudjanak mutatkozni, meg tudják mutatni önmagukat, és nagyon fontos az, hogy a megyében működő szervezetek, illetve a VOSZ ezt észreveszi, és ezt díjazza is. Nem is mindig a díjakért dolgozik az ember, de én azt gondolom, az önnevükben is mondhatom azt, hogy egy-egy ilyen elismerés ösztönzőleg hat az egyénekre, a személyekre, és még inkább megtesznek mindent annak érdekében, hogy ennek a megyének a hírnevét öregítsék. Fajszi Lajos, a VOSZ Tolna vármegyei szervezetének elnöke elmondta, a szakmai tevékenységet és a társadalmi szerepvállalást egyaránt figyelembe veszik, amikor a Prima díjazottakról döntés születik. Hozzátette, egyre több vállalkozó tartja fontosnak e kettő egyensúlyát. A vállalkozásoknál nyilván persze a profit legfontosabb, hiszen valamivel fönn kell tartani a saját magát, a családját, az alkalmazottait, a cégét, de nagyon-nagyon odafigyelnek a mai vállalkozások már arra, hogy mi zajlik körülöttük. Tehát a társadalmi események legalább olyan fontosak számukra, és ebben szeretnek részt venni. Ennek az egyik óriási példamutató műve a Prima díjátadó gálást. Dr. Győri Attila 2017-ben már elnyerte a Prima közönségdíjat, most a magyar oktatás és köznevelés kategóriában vehette át a Prima díj elismerést. A sebész-orvos számára saját korábbi betegsége kapcsán került új megvilágításba hivatása. Nagyon-nagyon-nagyon neves dátumon, 2001. szeptember 11-én volt a műtétem egy rossz indulatú daganat miatt. Nagyon rosszul hangzik, de én azt szoktam mondani, hogy minden orvosnak egyszer meg kéne kóstolnia a másik oldalt is. Mondom, ez nagyon rosszul hangzik, és nem is igaz, de akkor is. Tehát, hogyha valaki egyszer volt mondjuk úgy, hogy a barikád másik oldalán, akkor egészen máshogy tud érezni később is azokkal, akik azon az oldalon vannak. Az ember, amikor beteg, rettenetesen kiszolgáltatott, elveszettnek érzi magát, meg akkor is, amikor tudja, hogy mi történik vele, hát még akkor, amikor nem tudja, hogy miről van szó, úgyhogy nagyon sokat tanultam én abból. A vármegyei Prima díj mellett a közönség, az országos évvállalkozója és a társadalmi szerepvállalásért díj is gazdára talált, a vármegyei évvállalkozója díjat pedig 10-en vehették át.